Köszöntöm Szabó Imrét, aki a Minecraft oktatási változatról fog ma este előadást tartani. Ez a Minecraft előadás sorozat harmadik része immár, és ez kapcsolódik az Építsük meg Magyarországot című pályázathoz, amelyet a Microsoft Magyarország hirdetett meg, és át is adom a szót Imrének, hogy tartsa meg az előadást. Jó, üdvözlök mindenkit, Szabó Imrének hívnak. Hát onnét folytatnánk, ahol a Nádori Gergely múlt alkalom abba hagyta, hogy megpróbálom bemutatni, mik azok a különlegességek a Minecraft Education-be, amik a normál, tehát a sima Minecrafthoz képest változott. Ilyen különlegességek, hogy hogyan tudjuk például a diákokat összekapcsolni egymással. Ehhez most mindjárt elindítok egy másik gépen egy játékot, egy pályát, ahol létrehozunk egy alappályát, és ehhez fogok hozzá csatlakozni, és akkor bemutatni, hogy hogyan is kellene ezt a kapcsolatot felépíteni, hogy össze tudjuk kötni a diákokat egymással. Nagyon különleges dolgokat nem fogok itt állítani. Tehát maradhat nyugodtan túlélő az alapértelmezett játékmód, békés nehézség, a világ típusát se bántom most, akár végtelen, de hát ezt lehet állítgatni annak megfelelően, hogy most mit szeretnénk a gyerekekkel kreatív módba építkezni, vagy pedig valamilyen túlélő módba át tudjuk állítani. Amit viszont itt beállítanék a beállításokon, hogy most át ezt fogom állítani, hogy ez mindig nappal legyen, hogy ne zavarjon minket azt, hogy sötétbe nehezebben fogunk látni. Igazából itt több mindent nem állítok, és a létrehozás gombbal létrehoztam a világot, amihez fogok majd én csatlakozni. Most egy másik webkamera képét mutatom, tehát alapban itt van ez a kis Minecraft figuránk, hogy itt vagyunk ebben a világban, és akkor ehhez szeretnénk most hozzá csatlakozni, hogy ez hogyan történhet. Ennek kétféle módja lehetséges. Az egyik mód, hogy barátként csatlakozunk, vagy pedig felvesszük a szerver listánkra a megadott elérhetőségű szervert, vagy hát játékmódot. És akkor kezdjünk is hozzá, tehát játékkal indítjuk, és nem saját világot fogunk létrehozni, a világokból fogunk választani, vagy nem újat létrehozunk, hanem itt a barátok fülnél, hogyha egy hálózaton belül vagyunk, ez fontos, mert csak akkor fogjuk látni egymást, hogyha azonos hálózat címen belül vagyunk. Akkor megjelenik itt a barátok fülön belül azok a világok, amik egy hálózaton belül vannak, és ezekhez kapcsolódni tudunk. Egyszerre, ha rákattintunk, tudunk kapcsolódni hozzá. Ha többen egy teremben többen játszunk, akkor ahány játékos elindított ezt a Minecraftot, és egy hálózaton van, akkor ez itt az összes lista meg fog jelenni. Tehát rákattintva tudunk csatlakozni a világhoz. Ez a barát módként ilyenkor be is csatlakoztunk hozzá a világba, ugye ott látszik a másik szereplő, akivel elindítottam a játékot, vagyis maga létrehoztam a Minecraft világot, ehhez így be tudtunk csatlakozni. Így lehetőség van arra, hogy egyszerre több diák is bent legyen egy játéktérbe, közösen alkossanak valamit, építsenek, vagy valamilyen más feladatot oldjanak meg közösen, vagy akár külön-külön is meghatározott területeken, de majd mindjárt megnézzük ezeket a lehetőségeket is. Tehát az egyik módja, hogy csatlakozzunk a játékhoz, hogyha a játék elején átmegyünk a barát fülre. A játékból, hogyha egy escape-et nyomunk, akkor látni fogjuk, hogy az aktuális világhoz éppen milyen játékosok csatlakoztak is.
Tehát látszik a felsorolásból, hogy éppen most ketten vagyunk ebbe a világba. A barátokon kívül, most kilépek ebből a játékból, lehetőség van a kiszolgáló felvételre, amikor tudjuk, hogy mindig adott géphez fogunk csatlakozni, akkor lehet, hogy érdemes azt is beállítani, hogy egy állandó fix névvel fölvesszük a kiszolgálót, adunk itt egy kiszolgáló nevet, most digitális téma hét rövidítése, itt meg kell adni a kiszolgálónak a címét. Ezt a kiszolgáló címet, visszarakom ide a webkamera képét, szintén úgy tudjuk meg, hogyha az adott játékba egy eszképet nyomunk, akkor a jobb felső sarokba itt látszani fog a kiszolgálónak a címe, tehát ez a 192.168 1.100-as értékeket kell ide beírnunk. Tehát ide azt mondja, visszajövök 192.168.1.100-as értéket írunk be, portszámot nem változtatjuk, majd azt a játék gombra kattintva szintén létre kell, hogy jöjjön a kapcsolat, és hát ugyanott be tudtam jelentkezni a előbb elindított pályára. Tehát ez a két módja van, hogy csatlakozzunk egy-egy előbb valaki által elindított pályához vagy játékmódhoz, vagy barátként, vagy pedig egy szerver nevet felveszünk, és azt a listából tudjuk, hogy fixen mindig az az IP cím lesz. Ugye rossz esetleg olyan helyeken, ahol változó az IP cím, tehát nem fix IP címmel dolgozik az iskola, vagy éppen ahol ezt a foglalkozást tartjuk, akkor lehet, hogy nem annyira jó, hogyha állandó listára rakjuk, mert ha megváltozik az IP cím, akkor nem fogja megtalálni, akkor marad ez a megszokott jó mód, a barátok mód kiválasztása. Tehát a barátok, ha föl nem mindig látszik egyből, tehát nem kell megijedni, hogyha nem jelenik meg a barátoknál, várjunk egy kicsikét, míg megjelenik a lista, és akkor vissza tudunk csatlakozni. Hogy a gyerekeket, mint tanárként tudjuk felügyelni, hogy mit is csinálnak, erre a Microsoft ad egy újabb lehetőséget, vagy ad egy olyan lehetőséget, hogy a Classroom módot. Ezt külön a Education Minecraft-on net oldalról kell letöltenünk. Ez a kiinduló pont, tehát ez a Education Minecraft-on net, a supporton belül a download főre kattintva a Classroom módot kellene letölteni, föltelepíteni. Itt most akkor mindjárt megmutatom, még szólnék, hogy a Code Connection-t is már mindjárt bemutatom, tehát akkor már érdemes ezt is letölteni és fölinstalálni. Miután megtörtént ez a Classroom mód telepítése, akkor tudunk csatlakozni az adott szerverhez. Ennek a módjait akkor nézzük meg, hogy hogyan lehetne ezt a Classroom módot kihasználni. Ehhez úgy tudok csatlakozni, hogy akár a chat alkalmazást elindítva, ez a T gombot a játékba lenyomom. T gombra ugye lenyomtam, lehetőség van üzenetet küldeni akár egy játékosnak vagy mindenkinek, de itt tudunk különböző parancsokat is beírni. Ezt a per jel, a numerikus pad 8-as szám fölött lévő per jel lenyomása után tudunk itt ilyen különböző utasításokat kiadni, és itt ha elkezdjük írni a szavakat, vagy a betűket, és akkor class, na aztán meg azt mondja, megint bele, jó. Megint kezdi nekem, lehet, hogy akkor kilépek. Már tegnapi nap észrevettem, hogy az A betűmre lenyomva valamiatt letörli a többi karaktert, és utána nem enged írni.
Na, akkor megpróbálok, megint kilépek a pályáról és visszalépni. Eddig ezt nem tapasztalom, de tegnap sikerült egy ilyenbe belefutnom. Megpróbálok újból belépni. Akár ezzel gyorsan vissza a pályára. Ha nem, akkor megnézzük akkor, mert ezt meg akartam mutatni, de akkor úgyis foglalkozunk a parancsorral, hogy parancsorból is. Na, továbbra is azt a hozzá, na majd valamit kitalálok, akkor megnézzük a másik módot, hogy amit a feltelepült ezt a feltelepült a program, akkor kapunk egy ilyen parancsikont az asztalra, ez a Classroom mód. Ezzel ezt elindítjuk, akkor szintén be kell jelentkeznünk. Most gyorsan bejelentkezek. És akkor nézzük akkor, hogyan tudnánk kapcsolódni ahhoz a játékhoz, és akkor ezt hogyan tudjuk felügyelni. Itt szintén kiszolgáló hozzáadásával, mint előbb a kiszolgálónál adhatunk egy nevet, hogyha fixen van ez a szervernek az elérhetősége, megint IP cím, port szám megadásával fölvetjük egy listára, és akkor tudunk csatlakozni. A másik módja, hogy az előszóba fülre kattintva kapunk egy ilyen utasítást, ezt ki kell másolni, nem kell igazából kijelölni, erre a másologomra rákattintva visszamegyünk a Minecraftunkba, és itt akkor megint T betű, és a Ctrl V, ugye beillesztve Enter-t ütünk, és ha minden igaz, akkor kellene tudnunk csatlakozni. Na, akkor megpróbálok meg én vissza keveredni. Játékhoz. Na, akkor T betű. Kapcsolat lezárva. Nagyon jó. Akkor lehet, hogy kilépek a barátokból, és akkor csak egy gépen mutatom meg. Mert nem ezen a gépen vagyok most bejelentkezve tanárként, és lehet, hogy azért nem enged most hozzá kapcsolódni. Akkor csináljuk azt, hogy ezen csak egy játékos módba lépek be. És most nem csatlakozok a másik géphez. Gyorsan hozzá, itt is létrehozok egy új világot. Hét. Annyit, hogy átállítom megint nappalra. És akkor keressünk valami jobb helyet. Akkor mindjárt megnézzük, hogy átállítom kreatívba, hogy tudjak szabadon mozogni. Ja, Gergő említette, hogy dupla space-szel lehetőségünk van repkedni a levegővel, shift-tel ezt pedig le tudunk ereszkedni. És akkor most nézzük meg, hogy akkor újból kimásolom a címet. Jó. És akkor T betű, Ctrl V-vel, remélem most már létrejön a kapcsolat. Nem lehet csatlakozni a kiszolgálóhoz. Nagyon jó. Pedig a címem ugyanaz. Ez 1.20-as, ehhez a világhoz akarok csatlakozni. Itt is 1.20-as világhoz vagyok csatlakozva. Na, még egy próbát teszek. A parancsok beírásánál, hogy elkezdjük géperni a parancsot, egyre jobban szűkíti a parancs értelmező, és ha nem szeretnénk végigírni a parancsokat, akkor a tab megnyomásával kiegészíti az éppen aktuális parancsra. Most megpróbálom egy kódból elindítatni, talán hátra, és akkor vissza
Fabó Emre kukac. Hú. Be tudok visszajelentkezni, és hátra összen a kapcsolatunk. És akkor, mert itt jó, talán létrejött a kapcsolat. Igen, na, végre. Amit itt lehet látni, tudjuk felügyelni az éppen, most a jelen esetben az én játékomhoz becsatlakozott gyerekeket. Most ugye egyedül vagyok bent, de hogyha ehhez a világhoz mindjárt megpróbálok becsatlakozni a másik gépen, és akkor látszik, hogy bent leszünk ketten ebbe a világba, és akkor megnézzük, hogy milyen beállításokat lehet itt elkövetni. Jól látom ott. És akkor látszik, hogy fog, hogy egyszerre ketten vagyunk bent. Jó, bent be is jött a másik játékosom. Tehát látszik, itt megjelent a világba, hogy kettő játékos itt van. Hát egy kiinduló pontunk volt, az a fa teteje, ugye én most onnél elrepültem tisztásra. Ez a kezdése a világnak. Ha megnézzük ezt is, hogy hogyan tudjuk ezt átállítani, hogy ne mondjuk ez a fa teteje legyen a kezdőpont, amikor becsatlakoznak a gyerekek, hanem egy adott pontot szeretnénk mi átállítani, ezt hogyan tudjuk átállítani. Az egér középső görgéjével tudjuk kicsinteni, nagyítani a térképet. A bal felső sarokba a menü előhívásával különböző beállításokat tudunk elkövetni. Ha szeretnénk valami a színeltetni játékot, meg tudjuk állítani egyszer az összes becsatlakozott diáknak a játékát. Ezzel a csúszka átállításával lehetőségünk van arra, hogy valamiatt leszeretnénk tiltani, hogy beszélgessenek, cseteljenek egymással, akkor ki tudjuk kapcsolni a csetet. Itt tudjuk a következő fülön beállítani azt, hogy milyen időjárási viszonyok legyenek, tehát hogy tökéletes időjárás legyen, egy borongos, esős. Tehát ezzel a kis csúszkával tudjuk állítani. Továbbá engedélyezhetjük, legyenek-e szörnyek a világunkba. Ez ugye a kreatív módban ez nem érvényes ránk, de a túlélő módban ne talán valamit szeretnénk kikapcsolni valami ideig, akkor itt könnyen, gyorsan tudjuk ezt szabályozni, hogy éppen legyenek szörnyek, vagy ne legyenek szörnyek az adott világba. A rombolásra szolgáló elemek engedélyezése. Hát, ha építkezés van, érdemes kikapcsolni ezt a lehetőséget, hogy ezt ne legyen, tehát ne éljünk ezzel, ne tudjanak a diákok elérni, hogy le tudjanak rakni TNT-ket, vagy egyéb romboló eszközöket, és akkor másnak a munkáját tönkre tudják könnyen tenni. Úgyhogy ezzel meg tudjuk akadályozni azt, hogy ilyen előforduljon. Ugye, mint most látszik is talán a háttérbe, a tökéletes időjárást, ha most ki van kapcsolva, neki is állt esni az eső, úgyhogy ha ezt átállítom, akkor abban a pillanatban újra kiderült, szép napos időnk lett. Következő ilyen mód, ez a játékos sérülés. Megint tudjuk azt állít szabályozni, hogy sérülhessen a játékos akár valamilyen szörnytől vagy más játékostól, de a más játéktól a sérülést azt itt alul lehet beállítani, hogy akár szörnytől sérülhetünk, be tudjuk állítani, de azt, hogy egymást nem tudják a diákok megölni, akár ez a PvP más néven, tehát ezt a kapcsolóval tudjuk kiváltani, hogy sérülést okozhatnak egymással a gyerekek. És hát még ami még kimaradt itt, ez a világ nem módosítható. Ezek olyan pályákon, ahol valamilyen feladatot kell mondjuk megoldani a világnak, hogy ne rombolja le, megoldja a feladatot, akár egy táblára felírva, fel van írva, mondjuk egy számolásos feladat, el kell végezni a számolást, vagy valami utasításon felírva, ne rombolja le, hogy a következő játékos, aki arra téved, ő is el tudja olvasni. Ezt tudjuk ezzel védeni a pályát, hogy bekapcsoljuk, hogy a világ nem módosítható. A játékosokat, tehát nem csak ezekkel a különböző leállításokat tudjuk módosítani a játék menetét. Ne talán szükség van arra, hogy az adott játékost valahova el szeretnénk teleportálni, akkor azt nem kell parancsorból elkövetnünk, hanem akár a játékost nevére rákattintva
megfogjuk bal egérgomb lenyomásával, és a képernyőn, ahol elengedjük, akkor arra a portra teleportálódik a játékosunk. Ez jól látszódjon, mindjárt behozom a... megpróbálom a kamera képét ide rakni melléje. A másik világba, most ugye megfogtam a másik játékosomat. Játékosomat nevére rákattintva, ugye ide tudom akár közvetlen mellém mozgatni. Tehát könnyen tudom elmozdítani a játékost ezzel a módszerrel, el tudom vinni egyik pozíció a másikba. Hát lehet, hogy ez olyankor lenne érdemes, hogyha talán nagyon nem akarnak együttműködni, vagy inkább egymás munkáját akarják lerombolni, akkor gyorsan szétválasztani őket, el lehet őket egyik helyről másikra mozgatni, hogy ő ne zavarja a másikat az építkezésbe. Lehetőség van ugyanúgy itt az alsó részbe akár üzenetet küldeni, tehát csetelni az összes játékosnak. Tehát amit itt beírunk, akkor az megjelenik az összes játékosnál. De ugyanúgy, mint a chatfülbe, itt is a perjel lenyomása után tudunk kiadni utasításokat, parancsokat, akár adhatunk valamit a valamelyik megnevezett játékosnak, hogy beírjuk a akkor nagybetűvel az nevemet, szab, és azt így van írva. Tehát give az egy utas, adjunk valamit a Szabó Imre játékosnak, és akkor mondjuk egy könyvet adjunk neki, akkor megjelent itt a chatfül, vagy a könyvet adtunk a Szabó Imrének, és hogyha megnézzük, akkor eddig nem volt nálam semmilyen eszköz. Itt az első kis rekeszembe megjelent ez a könyv. Tehát így akár konkrét játékosnak is itt menet közben tudunk adni különböző tárgyakat. Tehát ez volna a Classroom-nak a bemutatása, tehát ez a Classroom. Tehát innét tudjuk menedzselni egy osztályt akár, hogy tényleg a feladatukkal végzik, ellenőrizni tudjuk, bele tudjunk nézni, közelíteni tudunk az egér középső gombjával, hogy éppen mit csinálnak. Tehát röviden ennyi ez a Classroom mód. Következő, amit megnéznénk, az a... most ebből ki is jelentkezek. A Code Connection-t néznénk meg. Erről a tavaly év vége felé volt a kódolás hetébe. Beszéltem jobb többet a kódolást, és hogyan tudunk a Minecraft alatt nem csak építkezni tudunk, ugye fizikailag kockákat egyiket a másikra ráragva, hanem akár parancsorokból, tehát kódból tudunk utasításokat végrehajtani. Programkódot írva tudunk akár építkezni, vagy valamilyen más dolgot végrehajtani, és akkor nézzük ezt, hogyan lehetséges. Ennek is, ugye, mint mondtam, ott letöltöttük ezt a Code Connection alkalmazást, feltelepítettük, akkor szintén hasonlóan, mint a Classroom mód, ezt is elindítva, csatlakoztatni kell ugyanazzal a módszerrel, ezt az utasítást ki kell másolnunk a világunkba télenyomása után. Beírjuk ezt a Ctrl-V-vel, beillesztjük, és akkor sikerült is csatlakoztatni. Ez onnét látszik, hogy azba a pillanatban, hogy csatlakozunk ehhez a kódvarázslóhoz, meg is jelent nekünk egy ügynökünk, aki segítségünkre lehet itt a kódolásba. És akkor nézzük, hogy gyorsan erről is csak tényleg egyet mutatnék meg, hogy milyen dolgokat lehet itt végezni. Tehát visszaváltok erre a Code Connection-re. Tehát jelen esetben négy kódfelület áll rendelkezésünkre. A MakeCode, a Microsoft fejlesztése, a Scratch-et talán elég sokan ismerik. Ennek is létezik egy kapcsolója, ami keresztül össze tudja kapcsolni a Minecraft világunkat. A
Tinker és a Code.org, ami legjobban talán használható a Tinker és a MakeCode. Most a MakeCode-ot mutatnám meg, rákattintva eljutunk egy oldalra, ahol lehetőségünk van már különböző ismertetőkből, vagy valamilyen kis leírásokból, itt ilyen kis bemutatókból választani, és akkor ezeknek a lépéseit bemutatja, hogy mit, hogyan kellene kódolnunk, vagy nekiálltunk saját magunk egy új projektnek. Hát amit én most gyorsan bemutatnék, itt a, hogy ahová lépek szörtelem helyett, ahová lépek virág nő a nyomomba, a Minecraft figurával, amerre mászkálni fogok, a minden lépésemhez után lerakunk itt különböző virágokat. Tehát itt kiválasztva, visszamegyek akkor gyorsan, kiválasztva itt ezeket a bemutatókba, rákattintva itt ötleteket tudunk venni, hogy milyen utasításokat hogyan tudunk használni. A MakeCode közvetlenül olyan úgy enged programozni, hogy a chat felületen a adott utasítást kell beírni. Jelen esetben most azt kell beírni nekünk, hogy séta. A séta utasítására elindul a program, és akkor végrehajtja a benne lévő utasításokat. Jelen esetben most azt fogja mondani, hogy minden lépésemnél hát egy sárga, egy piros, meg egy ilyen kék virágot el fog helyezni. Ugye itt az XY és az Z koordinátákról tudjuk megadni, hogy hova is legyen. Ha alap esetben nullát hagyunk, akkor az a lépen állunk. A valsó sarokba találjuk ezt a leállító és indító gombot, tehát akár meg is tudjuk állítani, és akkor itt közben addig nem történik semmi, amíg programozgatunk a világunkban, ha mozgunk, akkor most jelen esetben itt látszik, hogy igazából nem történik semmi, megállítottam ott a futtatását a programnak. Maga az utasításokat, ilyen blokk utasítások, mint a Scratch-be, a fogd és húz módszer, tehát megfogja az ember, áthúzza, össze tudja rakosgatni a megfelelőt a megfelelővel, tehát ha nem csinálsz szükségem vissza a baloldali panelra, és kikerülj a szemetesbe. Hát itt találjuk a különböző utasításokat, és akkor nézzük meg, hogy ez a az egyszerű kis utasítás, hogy beírjuk, fogjuk írni azt, hogy séta, akkor elindítom, visszamegyek a világunkba, akkor nem is kell már, hogy beírjuk. Tehát már, ahogy megyek, csak most azért próbálok hátrafelé menni, a nyomomban mindenhol virágok lerakódnak. Hát ezt kihasználhatnánk, hogy azt, hogy nem virág, hanem akár valamilyen blokk lerakódjon, de hát összletesen bármire föl lehet használni, át lehet írni ezt a kódot, tovább fejleszteni. És hát itt ebbe a Code Connection-be újabb-újabb itt ötleteket lehet kipróbálni, végignézni, hogy akkor hogyan is oldották meg, és akkor ezt továbbfejlesztve tudjuk itt mi is saját kódot készíteni. Akár itt egy bemutatják, hogy hogyan épül, lehet kódból házat építeni, annélkül, hogy egyetlen egy kockát nekünk le kell rakni, vagy ezt a kis ügynököt is munkára lehet fogni, hogy valamit csináljon, tehát amit itt előbb mutattam. Most ugye én dolgoztam, mert hogy mászkáltam, azáltal jelentek meg a virágok, és van ez a kis ügynök, ezt is munkára lehet bírni, őt is lehet utasításokat adni neki programból, kódból. Tehát ez itt, ami még különbözik a másik, tehát az alap Minecraft verzióhoz, ez az oktatási verzióban ilyen lehetőségünk is van. És akkor nézzük tovább, hogy mit mindent lehet még itt ebbe az oktatási verzióba. Akkor meg is szakítom én a kapcsolatot a világ a programozóival, hogy ne zavarjon minket be. Amit még tovább megmutatnék, hogy a T betű lenyomásával különböző utasításokkal tudjuk a világot befolyásolni. Ugye itt az elején, amikor elindítottam a játékot, az Escape lenyomásával beállítások fülön tudjuk szabályozni, hogy most egy túlélő kreatív módba legyünk, a egy személyes módban is, hogy milyen túlélő, kreatív vagy kalandba, akár a nehézséget is tudjuk itt állítani, de ezt meg tudjuk változtatni ezeknek a beállításait kódból is. Ezt a
tél anyomása után perjel, és akkor ami ilyen, hogy elkezdjük írni a game móddal, ugye, come mód, tabulátort nyomva kiegészíti az utasítást, meg tudjuk változtatni, hogy kaland, kreatív vagy túlélő módban legyünk, elég a kezdőbetűket beírni. Most, hogy például akkor átállítom, most kreatív módban vagyok, ha minden igaz, de akkor ezt gyorsan megnézzük. Ha, igen, mert itt megvan az összes építkező eszközöm, hogy átállítom, akkor mondjuk túlélő módba. Tehát a túlélő, mondjuk akkor az a Survivor, S betű, és utána ugye meg kell adni, hogy kinek a módját állítjuk, hát most az enyémét fogjuk állítani, elkezdem írni a nevemet, tabulátorra megint kiegészítem, és akkor Enter-t nyomva, és akkor itt kapunk is, elindul a átváltunk túlélő módba, egy vissza is kapunk egy üzenetet, hogy játékos túlélő módba állítottuk, már is nincs, nem áll rendelkezésemre az semennyi, vagy semmilyen építőelem, vagy felszerelés, kénytelen vagyok megharcolni érte. Tehát ilyen gyorsan egy-egy diáknak is, vagy egész osztálynak át tudjuk állítani a módját, hogy éppen milyen játékmódot legyen. Tehát ott lehetőség van, mód, hogy most visszaálltam kreatívra. Ugye itt a különböző kapcsolók a dollárra, hogy minden játékosnak, vagy minden identitásnak, tehát itt szörnek minden dollár elvel, P-vel a legközelebbi játékos, aki közelebben van, neki tudom akkor átállítani mondjuk, vagy véletlenszerűen a dollár R-rel, a dollár a kukac R-rel, rosszul mondtam az elég, tehát kukac A, kukac E, kukac P és kukac R, kukac S-sel tudok saját magamra is hivatkozni, vagy a konkrét nevemet adom meg, tehát ezekkel a kapcsolókkal tudom szabályozni, hogy kinek állítom át a game módját, tehát kreatívra, túlélőre vagy kaland módra. A másik ilyen hasznos dolog, ez a game rule. Itt különböző kapcsolók segítségével tudok megint olyan dolgokat beállítani, hogy például lehetővé tudjuk tenni, hogy a pusztító tárgyak legyenek, engedélyezzük, tehát a Classroom módban ott a TNT-t ottan ki be tudtuk kapcsolni a romboló eszközök megjelenítése, ezt ugyanúgy parancsorból is meg tudjuk változtatni, vagy engedélyezhetjük, hogy legyenek szörnyek, vagy ne legyenek szörnyek, be tudjuk állítani, hogy tökéletesen mindig nappal legyen, ezt is meg tudjuk itt parancsorból változtatni, hogy mindig nappal legyen, akár lehet olyan, hogy a lehetőség, hogy ha netalán tűz van, a tűzkárt engedélyezzük, ne engedélyezzük, tudjuk ki bekapcsolgatni, de itt alatt a szinte le tudjuk tiltani a csetelést a globálisan, hogy mindenkinek megszüntetjük a csetelést, vagy itt a PvP az egymás elleni sérülést engedélyezzük, nem engedélyezzük, tehát ezekkel a game rule-al tudjuk ezeket szintén innét vezérelni parancsorból a játék folyamán. Ami még ilyen fontosabb lehet, ez a, amit mondtam, hogy a adott ponthoz tudunk becsatlakozni, hogy ne a, ugye az elején egy fa tetején landoltam, ott kezdett a játéknak a becsatlakozási pontja, ezt a pontot meg tudjuk változtatni. Ami most nekem be van kapcsolva, hogy látszik, hogy a hely az 5, 70 és a mínusz 69-es koordinátán vagyok. Ezt a beállítások és a koordináták megjelenítésével tudjuk bekapcsolni itt, hogy látszódjon, és akkor erre a pontra, hogy mondjuk ne a fa tetején jelentkezzen be a játékosunk erre a pályára, ahogy ezt a játékot meg tudjuk változtatni, akkor még egyszer, akkor legyen ez a kiinduló pont, a 270 és a mínusz 72-es pont, ezt a set WordSpan-nal tudjuk beállítani, és akkor itt szóköz után meg kell adni azt a koordinátákat, 270 és ugye mínusz 72-es koordináta lesz akkor innentől a becsatlakozási pontunk a játékba, és akkor erre a pontra fognak ezután becsatlakozni
a többi játékos. Ha most ugye rádváltok a másik gépre, és ha most becsatlakozok ide, akkor kicsikét hátrébb jövök, akkor oda be is csatlakozott erre a koordináta, nem a, mint előbb a fa tetejére csatlakozott be a játékosunk, hanem erre a pontra vett. Tehát innét a kiinduló pontot, hogy hol kezdjenek a diákok ezzel a set verspawn-nak tudjuk beállítani a koordináta megadásával. Az utasításokat a felle utató nyíllal tudjuk a már kiadott utasításokat előhívni, hogyha később valamilyen szükség van rá, akkor ezeket a kurzor mozgató felfelé és lefelé mozgató gombokkal tudjuk még egyszer előhívni. Aztán szükség lehet olyanra, hogy az építési engedélyt ugye megvonjuk a adott diáktól. Ez a World, azt mondja, Boulder, tudjuk beállítani ezzel, de ezt majd mindjárt másképp mutatnám meg, hogy konkrét személyre fogjuk ezt majd bemutatni, ezt az építési jogot, engedélyt, hogy engedélyezzük, hogy építőjoga van, vagy nincs építőjoga az adott pályán. Vagy pedig még amit fontos lehet a világ módosítható állapotát, ez az Immutable World-del tudjuk beállítani. Itt is szó közután true vagy fals értékre állítva engedélyezzük vagy nem, hogy módosítható a világ vagy nem. Ez szintén a menüből a beállítások, osztálybeállítások megjelenítése menüpont alatt itt ezzel a kis csúszkával is állítható, hogy nem módosítható, módosítható a világ. Mondtam, olyan állapot, olyankor érdemes ezt használni, amikor mondjuk valamilyen kalandot hajtunk végre, hogy ne trombolják a gyerekek a világban, ne romboljanak le tárgyakat, akkor nem módosítható világra átállítjuk, vagy hát innéd a parancsorból tudjuk ezt elvégezni. Alapesetben a szereplőnknek 9 darab ilyen kis rekesze van, amivel fel tudja tölteni, különböző eszközöket tud berakni. Most gyorsan visszarakom magamat kreatív módba, hogy akkor ugye most lehúzkodok pár dolgot, tehát alapesetben 9 ilyen rekeszünk van, amit gyorsan a szereplő a kezébe tud fogni, plusz még a puttonya. Ezt a 9 eszköztárat ki tudjuk bővíteni ilyen fix eszköztárakra is. Ez megint ilyen kalandra vagy valamilyen feladathoz jól jöhet, hogy a diáknak a 9 mellé tudunk adni 3 darab plusz ilyen slottot, amiben bele tudunk pakolni neki tárgyat, és azt a tárgyat ő nem tudja kidobni, az fixen mindig nála lesz, föl tudja használni bármikor, ha szüksége van rá. Jól jöhet ilyen slot, például az egyik ilyen hasznos eszköz az a kamera lenne. Megnézzük ugye, hogy mi is az a kamera, de előbb akkor megmutatnám, hogy hogyan lehet ezt a 9-hez plusz még 3 ilyen kiegészítő rekeszt hozzáadni a szereplőknek. Ezt a set fixed slottal tudjuk elkövetni, majd szó közután meg kell adni, hogy melyik ilyen fix rekeszbe mit kell beleraknunk. 1-től 3-ig van, az első lesz mindjárt jobbra a legközelebb eső slot, tehát mondjuk az egyes slotba belerakunk, és itt a listából, hogy elkezdünk gépelni, hát most én a kamerát fogom belerakni az első slotba, akkor bele tevődött ide alulra a kamera, ezt a fix slotból, tehát a Q-val lehetne eldobni bizonyos tárgyakat, hogy ami kezemben van, a Q betűvel el tudom dobni. Innéd a fix slot helyről a Q betűvel nem lehet, tehát ő nem tud megszabadulni ettől az eszköztől, ez mindig nála lesz. Ezt így be tudjuk állítani, hogy ez fixen a szereplőknek mindig ott legyen, és ez az összes világomba becsatlakozó szereplő meg fogja kapni ezt a fix
tárgyat, amit itt most hozzárendeltem, mert ha mindjárt visszarakom a másik, és a másik webkamera képét, ugye itt előbb kiadtam, itt is megjelent a kamera a másik szereplőmnek is a kamerája, tehát melyik játékos becsatlakozik a világomba, ő ezzel azután rendelkezni fog ezzel a tárggyal. És akkor még radnék hozzá a kamera mellé a portfóliót, hogy azt is ki tudjuk használni, hogy kamerázunk. Azt mondja. Kihagytam a set. Fix. És akkor kettes slotra berakom a portfóliót, és akkor megjelent a portfólió könyvünk, aztán hármasra berakjunk, már lehet, hogy be se rakok ma semmit, tehát maradjunk. A kamera, ez egy olyan jó dolog, hogy ezzel a világba a játékos tudja dokumentálni, hogy éppen mit is végez, mit végzett, mit épített, nyomon tudja követni, történetet tud ezzel elmesélni. Maga a kamera használata az úgy történik, hogy kiválasztva az eszközt, a jobb gombot lenyomjuk, és elengedjük, akkor fényképez. Ez az egyik módja, hogy valamit leszeretnénk fényképezni, itt a másik játékos szeretném lefényképezni, szembe megyek vele, és akkor jobb gombot lenyomom, készít róla egy fényképet. Másik lehetőség, hogy a fényképállványt jobb gomba a talajra lerakom, ha sikerül lerakni, és a félkép állvány, most ide jövök a másik szereplőm el, és a félkép állványra szintén jobb gomba rákattintva tudunk selfit készíteni, ilyenkor pár másodperc, és akkor selfit készünk, ilyenkor utána eltűnik az állvány, tehát a talajra lerakva jobb gombbal, majd újból jobb gomba rákattintva tudunk selfit készíteni magunkról, vagy éppen bármilyen más tárgyról. Hogy ilyen, hogy hova kerülnek ezek a fényképek? Hát a portfólió könyvbe kerülnek. Ezt a portfólió könyvön a kezünkbe véve jobb gombot kattintva mind szépen megjelennek ezek a fényképek, amit előbb készítettem itt a játékba. Ezeket a fényképeket feliratozhatják, tehát történetet tudunk ezzel akár elmesélni. Fel tudjuk iratozni, hogy hogy a tanuló és a tanár közös fényképe. Tehát feliratozhatjuk, lapozhatunk benne, és ha úgy gondoljuk, akkor a könyvet, ha tovább nem szeretnénk bővíteni, akkor ki tudjuk ezt exportálni a tartalmát, portfólió exportálásra ezeket a fényképeket felirattal együtt ki tudjuk menteni. Hát most mindjárt gyorsan, akkor mentsünk ide. Craft, és akkor ide kimentem ezt a pár képet, akkor azt is megnéznénk. Azt mondja, akkor hogyan is néz ki ez? Tehát képek, és akkor Minecraft, ez egy tömörített állomány lesz. Na, jó, előbb csak akar valamit. Jó. Ki kell csomagolni ezt a tömörített állományt, és akkor ugye itt lesz ez a szép kép, amit készítettünk, tehát itt egyesével ki tudjuk exportálni a könyvből a képeket, később akár egy dokumentáláshoz, ugye építsük meg Magyarországot projekthez, dokumentálás céljából nem kell prinszkineket nyomkodni és akkor körülvágni a képeket, hanem a maga Minecraftból közvetlenül tudunk fényképezni és onnét kimenteni ezeket a képeket a portfólió segítségével. A portfólió mellett, tehát a kamera és a portfólió mellett létezik egy olyan, hogy a könyv és
Azt mondjuk, keressünk rá. A könyv és a toll eszköz, ami segítségével szintén lehetőségünk van történet elmesélésre. Itt már nem csak feliratot tudunk írni, tehát a könyveszköz, tehát a kezünkbe véve jobb gomb, rákattintva a szerkesztésre akár szöveget tudunk beleírni. Könyvem. És akkor lehetőség van, tehát szövegre írni, lehetőség van az előbb fotózott képeket betallózni, amit előbb fotóztam, hogy akkor ide be tudok képeket rakni, tallul, különböző ikonok jelennek a balra, jobbra mutató nyíl, a szemetes, amit ha nem szeretném mégse ezt az oldalt, vagy szöveget szeretnék írni, vagy pedig ugye a portfólióba fényképezett képeket tudom innét elő hívni, és akkor egy kis történetmesélést le tudja írni, a történetét el tudja mesélni, hogy éppen mit csinált aznap képekkel illusztrálva a diák. A könyvet mindaddig lehet szerkeszteni, míg alá nem írjuk. Ha aláírtuk a könyvet, akkor onnantól kezdve, mint csak olvasható lesz, szerkeszteni már nem szerkeszthetjük. Ezt a könyvet felhasználhatjuk arra is. Közben nézem, csak csatlakozott valaki, hogy valamilyen feladatot adjunk a diáknak, a könyvbe megírjuk az utasítást, itt mondjuk lefényképezünk egy olyan tárgyat, amit meg kell építeni, megépítettünk valahol eldugva a világba, vagy utána le is romboltuk, és akkor azt az utasítást adjuk, hogy ezt a fényképen szereplő tárgyat készítsétek el. Ha aláírjuk a könyvet, mondjuk legyen az a neve, hogy feladat, lezárjuk, tehát feladat aláírás és bezárás. Innentől kezdve ez a könyv már nem szerkeszthető, viszont olvasni tudjuk. És akkor például, hogy egy kalandjátékhoz ezt a könyvet el tudjuk rejteni, elrejteni, úgy lehet mondjuk jól elrejteni, hogy egy ládába, ugye magamhoz veszek egy ládát, egyszerű ládát veszek magamnak, és akkor mondjuk ebbe a ládába lehelyezem a ládát, a ládára jobb gombra rákattintva a könyvet áthúzom a ládába, és akkor innentől kezdve ez a ládában lesz ez a könyv, a feladat ott van benne, ezt vissza eldugom, vagy éppen meg is jelölhetem, hogy azt mondja, hogy teszek akkor le, ide meg vissza, ide meg akkor egy másik, mondjuk pirosra megjelölöm, akkor itt van ez a pont. A diáknak meg kell keresni ezt a pirossal jelölt pontot, ugye, és akkor ott lesz alatt a feladat, ő kinyitja a ládát jobb gomba, kiveszi a könyvet belőle, elolvassa a feladatot, és akkor tudja az utasítást, hogy milyen feladatot tűztünk ki neki. Tehát lehet ezt a könyvet felhasználni így. Tehát ez a könyv eszköztár, ez a toll és könyv, ha jól vagy könyv és toll. Tehát könyv és toll eszköztárból elővesszük, és akkor ezt föl tudjuk használni egy ilyen lehetőséggel, hogy utasításokat adjunk a diáknak. A következő, amit megmutatnék, hogy a könyv és eszköztár után a különböző határokat hogyan tudjuk behatárolni, hogy többen játszunk egyszerre egy pályán, és ha nem szeretnénk azt, hogy a adott diák belerondítson, bele elrontsa valami másik diáknak az építését, vagy éppen az én munkámat, amit ki van ragva, hogy az a minta, az alapján kell dolgozni. A lehetőség van az, hogy körbe kerítsük, és megakadályozzuk azt, hogy oda illetéktelenek bejussanak, csak a tulajdonos tud bejutni. Erre szintén egy ilyen új dolog, ez az engedélyblokkok a Minecraft Education-ben található csak meg. Ez az engedélyblokkokból létezik egy kerítés, aztán egy engedélyezés és egy tiltó eszköztár. Most mind a hármat ide lerakom, és akkor ezt is bemutatnám, amit megint jól fel lehet használni.
a közös munka folyamán. Tehát ez az engedély blokk, ez egy kerítés, ezt akár a föld alá is lerakhatjuk, tehát itt de mellé, a doboz mellé most lerakom. És el lehet dugni ilyen szempontból a diákok elől. De ezen az engedély blokkon belül nem fognak tudni bejönni. Mindjárt akkor lerakok itt egy ilyen négyzetet, vagy téglalap lesz belőle. És akkor de szépen. Megépítem, és akkor ezen belül nem fognak tudni a diákok bejönni, védve lesz ez a terület. Tehát ezt most leraktam. Ez a kerítés sem alulról, sem fölülről nem fogja tudni megkerülni. Hogy látszódjon ez, a másik világot mindjárt ide bemozgatom a kameráját. És abba a hol is vagyok, a másik billentyű, ja, itt állok. Ezen belül akárhogyan is szeretnék, ja, ő is kreatív módban nincsen, most csak én vagyok egyedül, akármennyire is szeretném, hogy bemozduljon vagy átmenjen ezen a kerítésen, nem fog tudni átmenni ezen a kerítésen ez a diák. Tehát ő ezt csak kívülről tudja megnézni, nem fog tudni bejönni. De ezt meg is tudom mutatni, hogy jobb legyen a kép, hogy megvonom magamtól ezt a tulajdonságot, a World Builder-t, amit úgy is szerettem volna, ez az Ability. Na. Liti tulajdonságot tudtam vele állítani, és meg kell mondani, hogy kitől vonom meg most az építési jogot, a Word építkezési jogot megvonom, most saját magamtól fogom megvonni, és akkor itt ezt a Word Builder építési jogot, és akkor ezt átállítom falsra, hogy ne legyen ilyen Word építési jogom, és már is, már hiába van a kezemben ez a kerítés, nem fogok tudni, tehát kreatív módon nem tudok átrepülni fölötte, meg tudom kerülni, de ebbe a területbe sehogy se tudok bejutni. Tehát nincs rá lehetőség, el tudjuk zárni a diák elől ezt a területet, ezt alá ásva se tudok, hiába ások ott le, itt alatta nem engedi kiszedni a blokkokat, tehát nem tud bejutni se alulról, se fölülről a tanuló. Aztán a másik ilyen mód, visszaállítom gyorsan az építőjogomat, hogy tudjak építkezni, amit leraktunk, ez az engedélyblokk. Ez megint olyan esetben, hogyha letiltjuk az egész világra az építkezést, akkor is ez az engedélyblokkra, hogyha lerakjuk ezeket az engedélyblokkot, akkor ezen az engedélyblokkon keresztül, ezen a felületen tudunk építkezni, mindjárt meg is nézzük, és akkor van még a másik, ez a tiltóblokk. Ezt meg megint arra fel tudjuk használni, hogy erre például megépítek valamit, mint én tulajdonos, erre mint tulajdonos el tudok helyezni, de ezen a diák már nem tud semmilyen kockát majd elhelyezni, nem tudja lerombolni, nem tudja tönkretenni, tehát meg tudom védeni azt az épületet, vagy azt az építményt, amit ebben én létrehoztam, ezzel a tiltó blokkal. És akkor visszaállítom magamnak megvonom magamtól az építési jogot. Tehát ezen a tiltó blokkon hiába szeretnék törölni, vagy építeni a joggomba, tiltás van, tehát nem engedélyezi. Rá tudok menni, ott tudok bele, akár egy épület bele tudok menni, de nem tudom módosítani, ami erre a tiltó blokkra épült. Viszont az engedély blokkra nyugodtan tudok építkezni. Tehát ezen továbbra is lehet, tehát le tudjuk állítani, hogy
melyik területen építkezhetnek, ha előtte elhelyezzük ezeket a blokkokat, ezek a tiltó és az engedélyező blokkokat. Tehát a határral körbe tudjuk keríteni, sőt a határral az egyéb szörnyek se jönnek be, tehát a határt semmilyen más élőlény, csak egyedül a tulajdonosa, aki létrehozta, ő tudja átlépni. Itt más élőlény se, tehát nem csak játékosok, hanem a játékban megjelenő élőlények se tudnak bejönni ezre a határral körülvett kerítésen belül. Másik, tehát amit megnéztünk az engedély, és akkor a tiltó blokk. A következő, ami itt az Education-be megjelent nem olyan rég, hogy lehetőség van a megépített épületet akár, vagy nemrég voltak ilyen kihívások a Minecraft Education részéről, hogy különböző állatokat vagy élőlényeket építsünk meg. Ezeket a megépített tárgyakat lehetőség van kiexportálnunk, és 3D nyomtatás segít, tehát 3D-s ábrát tudunk ebből kiexportálni, és ezt mutatnám be, hogy hogyan tudunk ilyen 3D-s ábrát kiexportálni a Minecraft világunkból. Ehhez ezt egy blokkra, speciális blokkra van szükségünk. Ezt a listából nem érhető el, ha az E betűt lenyomjuk, akkor itt nem tudjuk elővenni ezt a blokkot, ezt megint csak parancsorból tudjuk elővarázsolni. A T betű lenyomása után a következő utasítással perjel, és hát give, adunk a játékosnak, hogy nekem most egy olyan blokkot, hogy ez a struktúra blokknak nevezik, és akkor itt megjelenik az utasítások között, már csak szépen betűzve beírjuk, tovább nyomva a struktúra blokk, létrejön egy, kapunk egy ilyen blokkot, ez a struktúra blokk lesz. Ez a struktúra blokk létezik nem az Education világban is, tehát az alap Minecraftban is, csak ott éppen más célt szolgál. Itt lehetőségünk van eznek segítségével kiexportálni ilyen 3D-s tárgyat. Hát most mindig lerakom ide, és akkor megnézzük, hogy hogyan működik ez. Tehát leragva ezt a struktúra blokkot jobb gomba rákattintva kell a szerkezetnek valami nevet adni. Nem tudom, adjunk neki akkor 3D-s nevet, tehát valamilyen nevet. Meg kell adnunk, hogy mekkora méretet szeretnénk kiexportálni. Hát itt ez a 30-as érték körül, a 20-as, tehát én tapasztalatban 20-30-as értéket, amit lehet beállítani. Ha Enter-t nyomok, akkor itt látszik, hogy már meg is mutatja, amit itt a 30-as érték környékén, tehát ott a mögött vagy előttünk lévő világot, annak a hegyeit tudnám így kirakni, kinyomtatni, kiexportálni, és utána van az iskolának esetleg, vagy valakinek 3D-s nyomtatója, akkor ezt a kis ábrát ki tudja nyomtatni. Tehát méretét kell megadni, nagyon jobban a méretét, az eltolásat lehet állítani, most milyen magasságban, hol induljon, rákattintva, itt körbepörgetve meg tudjuk nézni, hogy ez megfelelő az a méret az értékeken állítva, exportálásra rákattintva ki fogja nekünk ezt exportálni, és akkor ezt a Windows 10 alatt létezik a 3D Paint. 3D Paintbe, azt hiszem, tehát a Paintbe, hogy 3D megnyitás, de 3D Paintbe is be fogjuk tudni tallozni. Azt mondja, képek, Minecraft, és akkor az a 3D fájlt. Tehát így néz neki, ez itt amit a Minecraft világból kiszedtünk, tehát itt a kis domboldal, fákkal, és akkor ebből akár készíthetünk egy 3D-s modellt is. Tehát ilyen lehetőség is van a Minecraft Education, vagy az ott elkészült, akár valamilyen tárgyat, amit megépítettünk, vagy egy valamilyen épületet szeretnénk megörökíteni, úgyhogy
tapintható is legyen, akkor lehetőség van erre a struktúra blokk segítségével, tehát a T-gomb lenyomása után hozzá kell adni a struktúra blokkot a szereplőnek, ki kell választani milyen szereplőnek, és akkor onnantól kezdve a szereplő rendelkezik egy ilyen struktúra blokkra, amivel ki tudunk importálni, vagy ki tudunk exportálni különböző tárgyakat mondjuk, és ezt ki tudjuk nyomtatni. Ami a csapatmunkához még jól jöhet, az a az NPC-nek nevezett identitás. Ugye a Minecraft világban nem csak mi játszunk, hanem léteznek falusiak is, akikkel akár kereskedni, üzletelni tudunk, de létre tudunk hozni egy ilyen élő lényt, hogy NPC. Ezt ilyen kis tojással kell megidéznünk. Ezzel a tojással egy jobb gomb, kezünkbe vagy jobb gomba választva. Na, nincs építési jog, ami azt hiszem, ezt megvontam magamtól. Visszakvesszük. És akkor már is van. Létre tudom hozni. Tehát az NPC-t jobb gombbal kattintva a földre, akkor létrejön egy ilyen élő lény. Ha ezre rákattintva, jobb gombbal át tudom nevezni. Ugye az alapban, ha kicsit távolra megyek, látszik, hogy az ő nem a jelen esetben NPC, de ezt bármilyen névre át tudom nevezni. Most legyen mondjuk ő az info. Tudok üzenetet adni, tehát hogy leírást. Mondjuk itt találsz leírást valamiről. Tehát tudok üzenetet adni a diáknak, hogyha ez ő erre jön, megtalálja ezt a kis játékost, erre jobb gomba rákattintva, akkor itt üzenetet tudok hagyni neki, hogy milyen feladatot kell végrehajtani. Nem csak üzenetet, hanem akár be tudok linkelni neki egy URL-t, ami akár lehet egy kép, és akkor az a feladat, hogy építse meg azon a képen látható tárgyat. Tehát egy külső honlapot el tudunk érni az URL hozzáadásával, megadjuk az URL-t, és akkor például, hogy digitális téma 7.hu, hogy ha minden igaz, az oldal címe, és akkor itt akkor ez megjelenik majd neki, de parancsot is hozzá tudunk adni. Parancs az hasonlóan működik teljesen úgy, mint a chatbe, hogy perje, give, és akkor mondjuk adunk neki a nekem egy vörös pipacsot. Flower. És akkor itt még akár gombot is adhatok neki, hogy azt mondom, hogy akkor hogy virág. És akkor mindjárt megnézzük, hogy akkor ez mit is alkottunk. Tehát nevet tudok adni, leírást, speciális beállításokba külső linket tudok hozzáadni, hogy azon az oldalon valamit nézzen meg, és abból építkezzen tovább, vagy pedig valamilyen speciális dolgot, vagy tárgyat tudok neki adni, vagy valami más parancsot tudok, utasítást tudok végrehajtani. Hogy ez látszódjon, megint meg kell vonnom magamtól a Word az építkezési jogot. És akkor, hogyha erre most jobb gomba rákattintok, akkor egy ilyen felület fogadja a diákot. Tehát a közelébe megy ehhez a identitáshoz, akkor látszik, hogy egy info, rákattint jobb gomba, itt találsz leírást. A több információ rákattintva, a digitális téma hét akkor nem így van írva, de eldob minket a megfelelő URL-re, a visszamentve a virágra pedig ad nekünk, ott meg is jelent az NPC melletti talul neki egy piros pipas, de hogyha ezt többször rákattintok, akkor itt megnézzük, már kettő darab virágon van, tehát ahányszor rákattint erre a ad utasításra, akkor itt már mindig egyet több virágon van, tehát föl lehet ezt is használni az építkezés során, utasításokat adjunk a diáknak, hogy ennek a segítségével, ennek a kis figurával, az NPC-vel tudok
különböző utasításokat adni. A másik ilyen utasítás vagy feladat leírás támogató ilyen eszköz azok a táblák. Ezt a táblákat, háromféle tábla méret létezik itt a Education verzióval. Hát a fatábla az létezik a normál Minecraft-ban, és az Educationben plusz ezek a palatáblák vannak. Ezeket is szépen ide most lerakom magamnak. És akkor engedj ide. És akkor ezeken is ez három méretben létezik, tehát a legkisebb az az egyszerű kis palatábla. Szintén lehetőség van üzenetet írni. Az üzenet szöveg hossza táblához igazodik, akkornak megfelelően állítja a betűméretét. Maga az üzenetet tudjuk zárolni vagy feloldani. Ez akkor jó, hogyha itt olyan feladatot akarunk adunk neki, ami nem szeretnénk, hogy letörölje a táblát, akkor hagyjuk zárolva. Ha szeretnénk, hogy valamit vissza is válaszoljon, vagy ide üzenjen, akkor feloldva hagyhatjuk, és akkor lehetőség van a diáknak, hogy erre a táblára üzenetet adjon, üzenetet írjon vissza. De most nem szeretném, tehát zároljuk, és akkor mondjuk ez egy üzenet. Ha kilépünk, akkor ez így néz ki. A közepes tábla egyel nagyobb, ez egy ilyen hirdető tábla. Nagyobb üzenet. Tehát teljesen ugyanúgy működik. És akkor a legnagyobb ilyen táblánk. Az meg akkor lerakom ide melléje. Ez jó, választottam a nagy tábla. Ezt letöröljük, és akkor ez a nagy tábla a legnagyobb. Tábla. És ő pedig akkor így nézne ki. Hogyha megint megvonom magamtól az építési jogot, akkor mindjárt megnézzük. A jobb gomba rákattintva. Na, ennek működnie kellene, de mindjárt. Még egyszer megmondtam. Fals van. És mégse tudom. Mégis még tovább tudom szerkeszteni. Na nem, ez a táblánál a tulajdonos, hiába vonom meg magamtól az építési jogot, a tulajdonos még mindig tudja szerkeszteni, akkor ezt lehet, hogy azzal fogom megoldani, hogy mindjárt jövök a másik figurával, és ide bejövök én akkor úgy, hogy látszódjon a másik figura. Kicsikét ide fölemelkedek, és akkor ide én be lemászok. És akkor talán látszani fog, hogyha ő ide jön, és ő rákattint erre a táblára, de hát hiába kattint, de nem is így mutatom, mert nem látszódik mégse. Nem a webkamera képét fogom ide rakni. Tehát ha ide jött ehhez a táblához, hiába próbál jobb gombbal kattintani, nem fog tudni semmi dolgot végezni, el tudja olvasni az üzenetet, legnagyobb tábla, vagy meg tudja nézni a nagyobb üzenet, sima üzenet táblát, tehát jobb gombbal nem tud rombolni, nem tudja tönkretenni az üzenetemet, tehát csak sima üzenetként működik. Ha viszont ott a mondjuk a nagyobb táblán feloldom neki a zárolást, akkor lehetősége van neki erre a nagy táblára visszaírni. Tehát, hogyha itt a nagy táblához oda megyek, akkor már is van neki szerkesztési joga, és akár ugye ezt a üzenetet, hogy legnagyobb tábla le tudja törölni, és tud akár föl lehet ezt használni mondjuk egy matek feladatnál, vagy valamilyen feladatnál, hogy itt matek példákat oldatunk meg velük, írunk föl feladatot, hogy mennyi kettő meg kettő, számolja ki ide, írja oda a megoldást, vagy valamilyen más projektre is fel lehet használni ezt a táblát, hogy üzenetet tudjunk átadni, vagy feladatmegoldást tudunk rá visszakérni. Hát a speciálitásokból vagy különlegességekből, hát én
mai napra ennyit szerettem volna bemutatni itt. Amit még talán én újítás érdekesség, hogy nemrég bekerült a Minecraft-nak egy új világja, ez a kémia tanárok előnybe, egy ilyen kémiás pálya, ahol az új létrehozásából, az új világ, tehát alap a kiindulásnál azt mondjuk, hogy új világ létrehozása, és itt ez a kémia világot, ha létrehozzuk, itt nagyon érdekes kísérleteket tudunk végrehajtani, kezdve attól, hogy neurónok meg protonokat összeillesztve hogyan tudunk létrehozni különböző elemeket, tehát itt ilyen végig kell követni a pályán, ilyen tanulópálya, itt lehetőség van, itt a jobb gombbal rákattintva, itt különböző változtatom a neurónok, protonok meg elektronok a számát, mondjuk akkor létrejött egy hidrogén, az hidrogént elemet leragva a következő ilyen kémiai összerakásom, itt a hidrogént nem tudom, én nem vagyok kémia tanár, úgyhogy itt a hidrogént mivel összeragva, akkor egy újabb vegyületet tudunk létrehozni, tehát ilyen nagyon érdekes pálya. Igaz, hogy angolul van, de szerintem egy kémia tanár itt föltalálja magát, tehát komplett kémia órára tudjuk bevinni a diákokat, és akkor itt tudunk kísérletezni a Minecraft világba kémia órán. Hát röviden én ennyit szerettem volna megmutatni itt a Minecraft különlegességeiből. Ha kérdés van valakinek, akkor várom a Köszönjük szépen. kérdéseket. Jöhetnek a kérdések. Közben én is nézegettem, hogy milyen üzenetek jöttek. Ja igen, a teleportot lehet. A kémiai pálya tehát az alap része a játéknak, tehát ha maga, ahogy mondtam, a új világ létrehozásánál, tehát új világ létrehozása, itt van ez egy sablonból, ki tudjuk választani, és akkor onnétől kezdve magunk tudjuk formálni. Jól tudom, hogy az oktatási verzió csak iskolát érhet el. Nem csak iskolát, 365-ös Office fiókkal rendelkező bárki tudja használni, megveszi a licenszet, nem fontos iskolának lenni. Windows 10 kell hozzá, és plusz 365-ös hozzáférhetőség. Tanárként, diánként minden diáknak a tiszta szoftveren keresztül jár az Office 365, tehát nem kell, hogy iskola rendelkezzen. Ha iskola veszi meg a licenszet, vagy most ugye nemrég volt itt december végén Közép-Magyarország régióban, több iskola is kapott számítógépeket rá telepítve Windows 10-esekkel, ők speciálisan hozzá kaptak licenszeket, vagy még talán lehet, hogy lesznek ilyen fejlesztések itt az országban, ha újabb gépeket vásárol az iskola, akkor azokhoz Windows 10-zel együtt veszi, akkor szintén egy évre megkapja ezeket a licenszeket. A pontos leírását, hát most írtam be, nem tudom hol van, de valószínűleg megkapják az elérhetőséget, hogy hol tudják aktiválni azt, hogy egy évig ingyen tudják használni a Minecraft Education-t. A korábbi előadásokat hol lehet elérni? Hát a digitális témáitnak a YouTube csatornáján lehet elérni. Tehát rá lehet keresni, hogy YouTube, aztán digitális témahét, digitális témahét, és akkor hát azon belül itt mind megtalálható, mind a Gergőnek, mind pedig a... Ki volt az előttünk? Hogyan is kellett? A
hogyan kell igényelni, hogyan kell a Minecraftnak az alapjait elkezdeni. Tehát itt a digitális téma egy csatornán belül lehet elérni. Azt mondja, korábban elfordul. Igen, jól tudom, hogy az oktatás csak, és jó, az válaszoltunk, köszönöm. Igen, Rideg Mántornak volt az előadás, igen, köszönöm. Tehát ő kezdte az egészet, hogy hogyan lehet beszerezni, hogyan lehet ezt bevezetni, hogyan kell használni, tehát az alapokat. Utána a Gergő mutatta, Nádori Gergely mutatta be, és akkor itt most én a különlegességet, milyen különleges dolgokat lehet itt alkalmazni az oktatásba, bevinni különböző tanórákhoz. Így tudjuk a látványosabbá esetleg tenni a tanulást ezzel a kis egyszerű játék segítségével.